Sziasztok! Ahogyan az előző évben, években pontosabban megszokhattátok, most is lehet majd jönni nyílt estézni, nyílt éjszakázni szilveszterkor, ha bár a változás jogát fenntartom, azért több, mint valószínű, hogy én is majd ott leszek majd ezen a nyílt estén, és ugye, hát ez egy olyan kezdeményezés, hogyha nem akartál sehova sem menni, vagy valamiért nem jött össze a terved, akkor ne legyél egyedül, ugye szilveszterkor, ezért össze fogunk jönni TeamSpeak-re ismét, hogy tavaly és tavaly előtt is. A TeamSpeak-nek az elérhetősége az ugye ott van a Facebook oldalon, itt oldalt, vagy pedig a videó alatti leírásában, és akkor lehet jönni 31-én szilveszterezni, hát ez már két nap múlva itt van, és akkor együtt megtartjuk a szilveszteri parádét. Na hát, amit érdemes lehet összekaparni játékok szilveszterig, azt mindenképp szerezzétek be. Az egyik a Battlefield 3, azt töltsétek le Originről, remélhetőleg mindannyiótaknak megvan már, és beszereztétek. Tehát ez talán mindenkinek megvan ez a játék, ez is egy ilyen szokásos játék szokott lenni nyílt napokon, mert tényleg mindenkinek elérhető. A másik, ami még fontos, az a Zombie Panic Source. Mostan volt egy kis videón belőle, ugye, és eléggé úgy tűnt, hogy megint csak bejött nektek, tehát akár mehetünk majd zombi pánikolni, és akkor írthatjuk majd egymást és a zombikat, meg túlélhetünk majd együtt. Tehát ez az egyik, amit így még lehet. Akkor a StarCraft 2-t is leszedhetitek, hogyha, mit tudom én, nem leszünk 8-nál többen, akkor tudunk StarCraft 2-zni, ez is ingyen letölthető, tehát ezzel se kéne, hogy gond legyen. Hát még esetleg, hogyha amikor ingyenes volt a GOG.com-on a Aliens vs. Predator 2000, tehát az Aliens vs. Predator klasszik, akkor azt is letölthetitek, mert azzal is jót lehetne játszani. Nagyon remélem, hogy akkor letöltöttétek, amikor jeleztem nektek, vagyis ha beregisztráltátok magatokat, hogy majd megkapjátok, és így azzal se lesz esetleg gond, és akkor az tényleg egy jó kis játék. Ezen kívül még ilyen kis netes játékokat is elővehetünk, még pár megás osu, az is egy szokásos szilveszteri játék, vagy ász jobban, pontosabban elnevezve. Tehát azt bárki le tudja majd tölteni, mert pár mega, tehát, és akkor majd tudunk vele játszani, ahogy szoktunk, illetve még akár Attack-on titánozhatunk is majd, de ahhoz se kell letölteni semmit. De hát amit le kell töltened, mert nagyobb darab, az a Battlefield 3, a Zombie Panic és StarCraft 2. Erre van időtök, meg tudjátok csinálni. Esetleg még mondtam az Aliens vs. Predator klasszikot, az is mondom ingyenes volt, tehát nem lehet olyan nagy probléma, hogyha akkor odafigyeltél és nézted a videót vagy a Facebookot, mert az is nagyon jó játék. Na, akkor ennyi lenne. Várlak titeket. Aztán, hogyha valamiért mégsem jönne össze nálam ez a dolog, akkor szólok, de több, mint valószínű, hogy meg lesz tartva ez a szilveszteri cucc, jó? Csak töltsétek le ezeket a játékokat, és akkor ezekkel el leszünk majd este. Oké, hát ha valami érdekel szilveszterrel kapcsolatban, akkor keres rá a videóim között, hogy tudom én, Abidosz, szilveszter, nem tudom, hogy van így. Vagy Abidoszon szilveszter. Nyílt szilveszter, hogy ne legyél egyedül ma sem. És akkor itt amúgy volt izénk is. Rendes videók voltak. Tehát rögzítettük, meg közvetítettük a szilveszteri adást. Nem tudom, hogy mi ez. Ja, emlékszem már, mi ez. De minden esetre volt akkor más is, tehát voltak videóink is. Nem csak így. Tehát, na, tehát
Hajrá! Szerintem megint leszünk, majd egy páran lehet jönni. Illetve hát azt is lehet, hogy még utána ugye olyan délután gyülekeztek a Teamspeak-en, aztán utána mentek el éjszakázni. De amúgy szólok, hogy mínusz 15 fok lesz, tehát azért óvatosan. Na, ennyi. Pápá, sziasztok!